Köszöntöm ezeket, szervusztok! A ma esti vendégem Ungvári Krisztián történész. Több apropója is van a ma esti beszélgetésünknek. Egyrészt nemrégiben jelent meg, vagy nemrégiben fog majd megjelenni legújabb kötete, amit itt láthattok a kezemben. Ez az úgynevezett kiugrási kísérletnek a tárgyalásáról szól. Hosszan fogunk beszélgetni erről a kötetről, illetve arról, hogy milyen megállapításokra jut Krisztián ebben a kötetében. De emellett az is apropóját adja a beszélgetésünknek, hogy a CEU Nádor utcai épületében egy előadássorozattal készül, hogy pontosan milyen apropóból és milyen céllal. Nos, erről is fogok vele beszélgetni a mai este folyamán. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok ma este vendégemhez, Ungvári Krisztiánhoz. Szervusz! Szervusz! Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. Egy picit menjünk vissza az időben, ugyanis a 20-as éveid végén írtad igazából az első tudományos népszerűsítésű kötetedet, ugye ez a Budapest ostromáló szóló kötetet volt, ami azóta egy újabb kiadást is már megélt. Itt az lenne az alapvető kérdés, hogy utána viszont kvázi minden évben egy-egy újabb történettudományi kötettel jelentkeztél. Értek-e kritikák téged kifejezetten történész szakmai körökből arra vonatkozóan, hogy azért ez a tempó még a termelési versenyben is soknak számítana? Hát volt, aki ezt kritikával illette, de ez egy jó indulatú kritika volt, és még az legelején egyébként, hogy túlságosan le fog kötni engem az, hogy írok, és kevesebbet fogok emiatt olvasni, amiben egyébként nagy igazság van, mert hogy igazából kettő dolog az egymás ellen küzd, amikor én egy könyvet írok, akkor csak azzal fogok foglalkozni, ami ennek a könyvnek a témája, miközben ahhoz, hogy az ember történészként valamilyen szinten kövesse azt, hogy mi van, meg egyáltalán a dolognak az elméleti részével is tisztában legyen, ahhoz rengeteget kellene olvasni, és ez még egy jó dolog, tehát nem is egy kellemetlen teher, egyáltalán nem az, de tagadhatatlan, hogy így nem biztos, hogy jól osztottam be mindig az erőmet, de hát vonzott a könyvírás is. Azon nagyon kevés történészek egyike vagy a magyar nyilvánosságban, akik rendszeresen megszólalnak akár közéleti kérdésekben is, és hát minden egyes alkalmat kihasználsz arra is, hogy magát a tudományt népszerűsítsed. Neved rossz néven, de talán Schmidt-Márján kívül nem biztos, hogy van más történész a szakmának, akit a szélesebb nyilvánosság is ismer. Emögött milyen megfontolások állnak, és mit gondolsz, mi a szakmádnak a megítélése a te közéleti szerepvállalásoddal kapcsolatban? Szerintem azért az állítás ez így nem igaz két okból. Egyrészt Romsis Ignác például nálam szerintem ismertebb történész, de legalább is biztos vagyok benne, hogy mint tudomány népszerűsítő személy, ő azért nagyon széles körűen ismert és sokat tett ezért. A másik az, hogy a Schmidt-Máriát pedig ebben a szakmában igazából kevéssé ismerik. Tehát lehet, hogy ő történeti díjat kapott, de történeti munkássága, mint olyan a saját bevallása szerint 20 évvel ezelőtt se volt már, tehát szerintem ez egy másik történet, egy front propagandisták kategóriájába értékelhető teljesítmény, de történetileg azt gondolom, hogy nem, de tagadhatatlan. Nem olyan sok kollega van, aki a tudomány népszerűsítésben annyira aktív, ennek számos oka lehet, és egy nagyon fontos ok szerintem az, hogy a történettudománynak a nagy rákfenéje, hogy nem a piac, hanem az állam tartja el. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy aki rendeli a zenét, hát az rendeli a zenét, és hogyha valaki nem azt a nótát húzza, amit a rendelő kíván, akkor ennek adott esetben konzekvenciái vannak. Tehát nagyon, nagyon nehéz, vékony palló az, ahol itt járni lehet, és az engedheti igazából meg magának azt, hogy azt mond, amit akar, aki mondjuk az MTA rendes tagja, mert hogy annak egy egzisztenciális problémát ez most már nem fog akkor egyáltalán jelenteni. Illetve nekem se jelent, mert nekem ugye semmiféle állásom nincs, tehát ezzel meg is oldódott az a kérdés, hogy nem is veszthetek el semmit attól, hogy én átmondok vagy bét. Egy picit médiakritikára szeretnélek bírni.
Tehát szerinted mit csinálhatna a nyilvánosság professzionális alakítóinak a köre azért, hogy a történész szakmai vitákról, felfedezésekről közérthetőbben tudjuk beszámolni? Egyáltalában, hogy benne legyünk a sűrűjében, tehát szakmailag is megalapozott legyen mindaz, amiről tudósítunk, de közben meg mégiscsak a közönség vélt, valós, föltérképezett, nem tudom, ismereteihez igazodóan tudjunk beszélni azokra a kérdésekre, amelyek téged, illetve a szaktársaidat foglalkoztatnak. Hát a legjobb fóruma ennek az, hogyha ütközések és viták vannak. Tehát, hogyha... Ez szinte lehetetlen. Rajtam sosem múlt, és hozzáteszem, hogy nem gondolom egészen így, bár csak ugyan nagyon nehéz, tehát eleve az emberek egy része fél, és ezért nem vállalja ezt. Nincs a konfrontációnak kultúrájában az országban. Lehet, de én ennek ellenére, mint Krausz Tamással, mint Szakás Sándorral tudtam... nyilvános vitát folytatni, és ezek egyébként nagyon látogatottak is voltak, tehát a Kossuth Klubban volt a Krausz Tamással a vita, ahol több mint 300 ember, a legnagyobb döbbenetemre egyébként oda eljött, akkor ezt még nem közvetítették live. A Szakás Sándorral folytatott vitára is igen, sokan jöttek el már az internetes térben, tehát a dolog nem teljesen lehetetlen, de tagadhatatlanul nagyon nehéz, és de a kérdésed az volt, hogy mit lehetne tenni a médiának ezen a téren. Én azt gondolom, hogy ütköztetni az ellentétes véleményeket, és ez még mindig könnyebb, mint egy politikusnál, mert a politikus az biztos, hogy ezerszer meggondolja, hogy elmegye egy olyan műsorba, ahol nem az ő szája íze szerint van berendezve az egész. Ezzel szemben elvileg egy történettudományi vita, az szakkérdésekről kellene, hogy szóljon, és elvileg ennek a résztvevői valamilyen szakmai etosz mentén ülnének le pro és kontra, és elvileg nem kell félniük attól, hogy neki megmondja a munkai főnök azt, hogy te most ezt mondhatod, vagy azt nem mondhatod. Az, hogy a gyakorlat hogy néz ki, egy más kérdés, de határozottan és hatványozottan több esély van arra, hogy ezen a téren kapjon az ember valakit, aki hajlandó a vitára. Például még a Mindszenty ügybe is volt olyan személy, Fejérdi András az MTA-tól, aki leült velem vitatkozni ebben az ügyben. Más kérdés, hogy ez egy nagyon szakmai vita volt talán, amit a Heti Választ csinált, és nyilván másképp is lehetett volna ezt csinálni. A fő témáid a magyar közelmúltnak a földolgozás. Most tényleg a teljes igénye nélkül foglalkoztál a Horthy-kor társadalmával, a Trianon traumákkal, a magyar megszálló csapatoknak a Szovjetunióban való tevékenységével, a pártállami múlt feldolgozatlanságával, és tényleg most nem akarok hosszan belemenni a kiúrási kísérlettel. Mi miatt választott pont a legkonfliktusosabbnak tűnő témákat? Ez egyfajta szakmai meggyőződés, társadalmi szerepvállalás, egyfajta aktivizmus is vezet esetlegesen téged? Tehát mi miatt azokat a legfájóbb pontokat veszed célba, amelyekről konszenzus nincs, ellenben rendkívül elmérgesedett, szegélytábor logikát követő marakodások annál inkább? Hát erre több narratíva is lehetséges volna, hogy ezt miért csinálom így, mert nyilván van egy olyan olvasat, hogy én mindig provokálni akarok, de valójában őszintén megmondom, hogy a legfontosabb motívum ezekben a dolgokban számomra az, hogy amikor a történeti problémáról van szó, akkor van egy mély hála bennem, hogy nem én voltam akkor ott. Ebből viszont az is következik, hogy mivel nem én voltam akkor ott, amiről beszélnem kell, meg kell, tehát van bennem egy hála és egy megértés iránti vágy és igény, hogy azt a helyzetet, amiben akkor azok az emberek ott voltak, többé-kevésbé meg tudjam érteni. És ebből viszont következik, hogy mivel ezek érzelmileg is megérintik az embert, kell volna tagadnom, nem egy érzelemmentes műfaj a történetírás, aki azt mondja, hogy ezt színeire és stúdió nélkül műveli, az szerintem nem mond igazat. A kérdés az, hogy mennyire tartja be a saját szakmájának az alapelveit, de a lényeg az, hogy a múlt a mának szól. Ma az ugye most van. Foglalkozhatnék a hieroglifákkal is, vagy az egyiptomi piramisokkal, és egyébként abból is ki lehetne adott esetben hozni azt, hogy ez a mára is releváns, ez a legfélelmetesebb.
De ez valamivel könnyebb akkor, hogyha a kitöréssel foglalkozom, mert akkor ez ugye teljesen egyértelművé válik szinte, hiszen a mindennapokban sokkal intenzívebben visszaköszön. Úgyhogy ez az oka. Volt ilyen témaválasztásod, amit megbántál? Soha. Nem. Pontosabban, most gondolkoznom kell. Nem, szerintem nem. Olyan biztos, hogy volt, hogy írtam valamit, amit aztán utólag nem úgy írtam volna meg, sőt, ilyen majdnem mindig van, mert hogy az ember utólag mindig rájön arra, hogy mit írhatott volna meg még jobban. De olyan, hogy így megbántam volna egy témaválasztást, az elképzelhetetlen. Vagy legalábbis most úgy nem nagyon jó, meglepő kérdés, mert ez azt jelenteni, hogy a saját szakmai készségemet is valahol kétségbe kellett volna vonnom. Tehát szerencsére, igen. Jó. Az Élet meg minden című podcastban szerepeltél egyszer, Tóth Szabolcs Töltöm podcastjában, egyébként ajánlom a nézőinknek, hogyha kíváncsiak Krisztiánra, akkor ezután a beszélgetés után nyugodtan hallgassák meg azt is. És a tettél egy meglepő kijelentést, úgy fogalmazta, hogy a történelem tanítás legfontosabb célja, hogy tudjunk távolságot teremteni a múlt és a jelen eseményei között. Most ugye konkrétan egyébként a aktivista történelmi szerepfelfogás, illetve az, hogy neked van egy ilyen típusú elkötelezettséged, az látszólag ellentmondásban áll ezzel, de valószínűleg ez csak egy látszólagos ellentmondás, segítenél-e feloldani? Ugye azt mondtam, hogy azért van bennem egy mély hála, hogy nem nekem kellett mondjuk ott lennem 1944-ben, vagy 38-ban, vagy 56-ban egy történelmi eseménynél, amivel foglalkozom. Ez azt is jelenti, ugye, hogy nem én voltam ott, engem, ami ebből az ügyből kötelez, az ennek az emlékezete. Viszont azért mégiscsak felelős vagyok, hogy ezekre a dolgokról ne hazudjanak. Vagy ne hazudjanak durván minden interpretációs szabadság mellett is, mert hogy csomó ember ebbe belehalt. És most is egyébként a szomszédunkban háború van, és egy csomó ember meghal. Azért, mert valakik valahol hazudtak. És természetesen ez aktivizmus, hogy én ezt nem kívánom szó nélkül tűrni, de hát ez egy alapvető erkölcsi parancs, ami szűkre veszi természetesen a pallót, hiszen hogy lehet valaki objektív, hogyha ennyire személyesen megérintik ezek a dolgok, de hát a különböző választásokat, hogy én A-t, B-t vagy C-t mondok, természetesen lehet versenyeztetni egymással, hogy ezek legitim narratívák, mondjuk az, hogy Budapesten Európát védték, csak akkor fel kell tennem a kérdést, csak a példa kedvéért mondom, hogy ha sok narratíva van és minden legitim, akkor ez erkölcsileg is így van. Én ezt nem így gondolom, tehát egyrészt hívő ember vagyok, és van egy elképzelésem a világról, hogy például embert ölni bűn, ez még hívőnek se kell egyébként lenni. De azt mondjuk feltételezem, hogy minden kultúrában az emberölés bűn, legalábbis azoknak a megölése, akik a közösséghez tartoznak, az bűn. Nem volt olyan kultúra a világtörténelem során, tudtommal, ahol ne lett volna bűn azoknak az elpusztítása, akik a közösség tagjai. Ez egy nagyon érdekes és fontos történelmi tanulság. És akkor ennek nyomán lehetne mérni ezeket a kis narratívákat, amik egymással versenyeznek adott esetben a szabad térbe. És ez kényszerít is bennünket arra, hogy ha nem akarunk szégyenkezni a tükör előtt, akkor aktivistának kell lenni. Forduljunk rá mostani kötetedre. Ugye ez a második világháborúban az 1944-es kiugrási kísérletet dolgozza föl Horthy Miklós kudarcos kísérletét arra, hogy elhagyjuk a szövetségi rendszert, aminek a tagjai lettünk. És rögtön a bevezetőből idéznék, mert szerintem ez egy nagyon érdekes dilemmát vett föl. Úgy fogalmazol, hogy egy sikeres kiugrás 100 000 életét mentette volna meg, az utalás arra, amiről legelőbb beszéltél, és jelentősen lerövidítette volna nem csak a magyarországi harcokat, hanem a teljes második világháborút. Emellett Magyarország 1945 utáni határait is befolyásolhatta volna. Én emlékszem még azokra a középiskolai történelem órákra, ahol pont attól óvott bennünket, ötvös tanár úr, hogy véletlenül se tegyük föl a mi lett volna ha kérdését, mert hogy az súlyosan történelmietlen. Tévedett? Igen. Nagyon súlyosan tévedett, ugyanis amikor mi történelmről beszélünk, akkor ugye minden logikusnak
tűnik, hiszen visszatekintünk, volt esemény, azt követte egy másik, de hát nekünk nem az a feladatunk, hogy visszamenőleg nézzük, hanem az a feladatunk, hogy megértsük, hogy ott akkor az ágens, a történelmi cselekvő milyen választási lehetőségek előtt állt, és abból a mondjuk 5 lehetőségből, ami neki elvileg volt, mit választott és miért. Minden történész így kell, hogy megközelítse a múltat, és így is közelíti, meg legfeljebb tagadja, mert hogy amikor magyarázni kíván egy történelmi eseményt, hogy az miért történt, akkor is ugye versenyeztetnie kell a különböző okokat, kell egy oksági láncot megalkotnia, és a fontosat a kevésbé fontostól elválasztania. Na most, hogyha nem foglalkozunk azzal, hogy mi lett volna, ha, akkor az azt is jelentheti, hogy tulajdonképpen minden determinált, tehát hogy ennek így kellett történnie, akkor hol a felelősség? Tehát az engem az egyik legjobban izgató kérdés, nagyon sokszor a mozgástér és az egyén felelőssége és lehetőségei. Na most ezt akkor tudom igazából kibontani, hogyha ezeket az alternatívákat, amik akkor adott esetben reálisnak is tűntek, és az, hogy nem valósultak meg, az adott esetben véletleneken múlt, vagy egy ember egyszeri döntésén. De ez nem szükségszerű. Én nem hiszek a determinizmusban és a szükségszerűségben, nem hiszek arra, hogy a történet sem abban, hogy egy üdvtörténet lenne, sem, hogy egy kárhozat történetnek, mert nekünk cselekvő szerepünk van, és ezt a cselekvőséget, hát ha valamit izgalmas kutatni, akkor pont ez. Nagyon izgalmasra találtam azt, hogy ahogyan leírod, hogy igazából az ifjabbi Horthy milyen szerepet játszott a kiugrás előkészítésében. Számra ez egy ismeretlen vonulata volt az egész történetnek. Ugye egy úgynevezett kiugrási irodát vezetett, amivel kapcsolatban több kérdés is megfogalmazódik. Ugye 1942-től kezdődően folyamatosan téma volt Magyarország kiugrási lehetősége, és gyakorlatilag innentől datálhatóan működött ez az iroda, ami részben a háború utáni helyzet rendezésével próbálkozott foglalkozni, de eléggé nyíltan kezelte azt is, hogy valójában a harmadik birodalom melletti elköteleződésünkből való kilépés lehetőségeit is előkészítette. Hogy lehetséges az, hogy a Gestapo vagy egyáltalán a harmadik birodalom titkosszolgálatainak egyike sem tudta ezt előzetesen fölmérni. Hogyan tudták igazából Horthyék menedzselni ennek az irodának a működtetését úgy, hogy ne szúrjon szemet a németeknek? Hát az iroda sajnos szemet szúrt azért, tehát hogy a német félnek nagyon is nyilvánvalóvá vált az, hogy a magyar fegyverbarátság az nem annyira elmélyült, mint amennyire szeretnék, és pont ezért már 1943-ban is Horthyt Hitler ugye Klesszheimbe hívta, és szemrányásokkal már akkor is elárasztotta, és ugyanez ismétlődött meg 44. március 19-én, illetve 18-án ugyanott. Tehát a német fél nagyon sok mindenről azért tudott. Itt nem is ez az érdekes, mert hogy egy háborúban egy szuverénnek lenni próbáló ország, azért az mindig próbálkozik ezzel-azzal. Tehát maguk a németek is próbálkoztak a háború alatt azzal, hogy bizonyos diplomáciai csatornákat fenntartsanak mondjuk a Szovjetunióval. Úgy minden esetre, nyilván semmi realitása nem volt, hogy megegyezzenek 42-ben egy különbékébe, de voltak nagyon alacsony diplomáciai szinten dolgok, amikről ők nem számoltak be mondjuk se a román, se a magyar szövetségeseiknek. És így a magyar, meg a román félnek is voltak ilyen dolgai, csak a magyar esetben nagyon hamar elérte az ügy az inger küszöböt, mert hogy túl nyilvánvalóvá vált, hogy tényleg ez az ország nem kíván esetleg ebbe a háborúba részt venni, pontosabban nem az ország nem kíván, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az ország politikai elitje jelentős részben hajlandó lett volna ezt az utolsó betűig végigcsinálni, mint ahogy végig is csinálta, hanem hogy a legfelsőbb politikai vezetés, tehát Horthy Miklós kormányzó és miniszterelnöke nem akar ebben részt venni, és túl nagy volt egész egyszerűen a kockázat, a rizikó. Ez a németeket ingerelte, és válaszlépésekre sarkalta. És a könyv igazából arról szól, hogy október 15-én akkor azért már egy olyan helyzet volt, tehát korábban a németek is már szarul álltak, de viszonylag csekély befektetéssel itt úgymond meg tudták valósítani, hogy az legyen, amit ők szeretnének, de október 15-én nagyon-nagyon rossz kártyáik voltak már. Összehasonlítva a román helyzettel is nagyon rossz kártyáik voltak, egész egyszerűen nagyon kevés katonai erő volt már a Kárpát-medencében. És gyorsan nem tudtak volna mozgatni ide többet.
És ezért lesz igazán érdekes a kiugrás. Nem is a szegény ifja Porti kiugrási irodája, mert hogy ők olyan sok érdemi dolgot nem tudtak csinálni. Miért? Bocsáss meg egyébként, tehát egyáltalán jó ötlet volt ezt egy kvázi családtagra bízni? Hát, ez egy jó kérdés. Jó ötlet lett volna az, hogyha a dolog érdemi részét is a ifjabb Horthy Miklósra bízzák, és hogyha őt erre diplomáciai tanácsadók rendszeresen felkészítik, vagy mondjuk Gróf Bethlen István miniszterelnök felkészítő órákat tart neki. De ugye ifjabb Horthy Miklósról tudni kell, hogy egyrészt az apjával se értette egyet egy csomó mindenben, apját Maradinak tartotta, utálta a politikai szerepvállalást, mint ahogy az István se szerette. Tehát ők alapvetően nyugati orientáltságú, többé-kevésbé még modernul is gondolkozó angolszász világképre szocializált emberek voltak, akik nem akartak kormányzók lenni. Nem voltak ilyen vágyaik. Szerettek lovaspolozni, nőzni, meg sok mindent, de politikai ambíciója igazából egyiknek se volt. Másrészt viszont a Horthynak a személyi választásai azok nagyon sok esetben voltak elképesztően kontraproduktívak, tehát ahhoz képest, akik egyébként ott voltak mellette, még lehet, hogy a kis Horthy nem is lett volna a legrosszabb választás, de pont amikor lényegi dolgokról volt szó, akkor úgy tűnik, mintha őt kiadták volna. Vagy szóval nem egy rejtély, mert október 15-én ugye ő ki lesz vonva a forgalomból, hiszen reggel elrabolják a németek. Nagyon kíváncsi volnék, de erre tényleg ez az, ami lett volna, amire nem tudok válaszolni. Úgyhogy ott van az apja mellett, akkor az apja visszatudta volna szippantani ezt az egész kiugrást úgy, ahogy visszaszippantotta. Illetve van még egy kérdés. 1944. október 11-én Horthy Miklós jóváhagyásával Moszkvába aláírja a magyar fegyverszüneti delegáció azt, hogy Magyarország 10 napon belül kilép a háborúból és megtámadja a németeket. Horthy Miklós, amikor megkérdezik erről, hogy ezt hogy gondolja megoldani, akkor azt válaszolja, hogy hát ezt majd valahogy megúszom, mármint a németek megtámadását. Volt végül is 11 és 15 között 4 nap, és nem tudjuk, hogy ifjabb Horthy Miklós beszélte az apjával, hogy ezt hogy gondolja, hogy ezt meg lehet úszni. Tehát, hogy a németek majd maguktól fogják magukat, és innen kisétálnak. Hát Romániában se csinálták ezt. Finnországban ez a sztori ment körülbelül 3 hétig, hogy így eljátszották azt, hogy egymással háborúznak, miközben nem azt tették, hanem mindig szóltak előre, hogy most akkor mi fog történni, de egy 3 hét után már Finnországba se ez ment, hanem ott lőttek egymásra. És nem tudjuk, hogy ifjabb Horthy Miklós az apjával kapcsolatosan ilyen kérdéseket feltette, de ő nem volt aktivista. Tehát valószínű, ha én lettem volna ott, akkor én inkább megkérdeztem volna ezeket a dolgokat. Ő ezt lehet, hogy meg se tette. Izgalmas adalék a kiugrási kísérlet sikertelenségéhez, ahogyan elemzed azt, hogy Horthy, a kormánytagok, igazából az állami és katonai vezetők mindegyike erőteljesen szovjetellenes volt. Na most ugye helyezzük ezt kontextusba, Sztálingrád után vagyunk, a D-nap után vagyunk, ahogy te is említetted, lehet tudni azt, hogy Németországnak a hadászati ereje jelentősen megroppant. Nagyon nehezen tűnik kikerülhetőnek az, hogy valamilyen módon a szovjetekkel kell tudni előkészíteni bármilyen típusú kiugrási kísérletet. Mennyiben vetette vissza a kiugrás sikerességét az, hogy Horthy ilyen élesen, és környezete is ennyire élesen szovjet ellenességet képviselt, ami valahol persze érthető, de hát közben mégiscsak a harmadik birodalom csatlósai voltak, tehát, hogy mondjam, volt már tapasztalatuk abban, hogy tudnak együttműködni diktatúrával is, ha az érdekeik úgy kívánják. Hát igen, ez a nagyon érdekes, hogy a korabeli katonatisztek közül nem mondhatnám, hogy Aktelleki Béla mondjuk egy ilyen baloldali kommunista barát ember lett volna, habozás nélkül lövetett volna szerintem, ha kiküldték volna egy munkás tüntetés elfolytására, akkor ezt végrehajtotta volna, de mégis az Aktelleki Béla azt mondta, hogy már pedig ebben a helyzetben, ami most van, ennek az országnak a megmaradása a kérdés, akkor az oroszokkal kell adott esetben együtt működni, mert egyetlen egy nemzet se áldozhatja fel magát, a szövetséges éjűség volt, talán ezt Horthy Miklós írta ugye a nevezetes október 15-i kiáltványában. Tehát ez az egész antikommunizmus tényleg bénítóan hatott, de
ezzel nem magyarázhatjuk, mert az román politika az még jobban antikommunista volt, mint a magyar. És nekik augusztusban ez már sikerült. És nekik augusztusban sikerült, bár sokkal rosszabb előfeltételekkel indultak, mert hogy nekik nem volt aláírt fegyverszünetük még, nekik nem volt Moszkvába delegációjuk, hanem úgy ugrottak ki, hogy azt hazudták, hogy már fegyverszünetet kötöttek, miközben nem kötöttek. Ez azzal járt, hogy a szovjet hadsereg egy héten keresztül meg minden román katonát elfogott és elvitt a gulágra. A magyar esetben ezt nem lehetett volna megtenni, mert hogy volt egy aláírt fegyverszüneti szerződés, amiben benne volt az, hogy a magyar hadsereg harcolni fog a szovjet oldalon, és nem vitték volna őket el. Így is, csak úgy halkan megjegyzem, hogy nézzük meg a magyar, meg a román koncessziókat. Amikor a románok azt kérik, még augusztus 23-a után a szovjet féltől, hogy hát a Bukarestbe azért ne vonuljon be a vörös hadsereg, meg hogy legyen ez az, akkor így néznek, és azt kérdezik, hogy mire föl? Hát nem állapodtunk meg semmiről. Amikor a magyar fél megállapodott október 11-én, és utána panaszt tesznek arra, hogy a román közigazgatás Észak-Erdélybe szörnyű dolgokat művel a magyar lakossággal, Sztálin kiparancsolja a románokat Észak-Erdélyből, és megmarad a magyar civil közigazgatás elég sokáig, illetve a szovjet katonai, ami azért egy jó tétmény volt az ott élő magyarságnak, és ez csak azért volt lehetséges, mert hogy volt Moszkvában magyar érdekképviselet. Román érdekképviselet meg nem volt. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogy ez itt meg is ragadt, és nem tudott kibontakozni, ez azt gondolom egy nemzeti katasztrófa. Utazd a könyvedben, és hadd idézek egy másik részletet, hosszabban is. Leírod azt, hogy a német fél minden előfeszítése ellenére sem talált egyetlen mérvadó román politikust sem Romániában, aki hajlandó lett volna egy ellenkormány megalakítására. Hitler arra fanyolódott, hogy az addig Németországban internált Horia Sima, vasgárdista vezetőt nevezze ki az ellenkormány élére, ezzel azonban semmit sem ért el. Magyarországon ezzel szemben a német fél már a kiugrás előtt rendelkezett egy komplett ellenkormány névsorával, bár ezzel nem sokra jutott volna, ha Horthy kategorikusan és egy nyilvánosság számára is látható gesztussal megtagadta volna, hogy legitimálja ezt a névsort. Nekem az a kérdésem alapvetően, hogy mennyire tekinthető egyáltalában szuverénnek a magyar állam 44. március 19-e után a német megszállás követően, egyáltalán fölvethető-e ilyen szempontból az egyéni felelősség kérdése, hiszen alapvetően azt írott körbe, hogy ezt a típusú szuverenitást radikálisan elvesztette az akkori magyar állam bármely típusú vagy szintű vezetője. Természetesen egy kis ország soha nem lesz teljesen szuverén, de vissza kell kérdezzek. Ha annyira nem lett volna fontos az, hogy hogy legyen jogfolytonosság, akkor miért csinálják meg ezt a színjátékot Horthy Miklóssal egymástán háromszor, hogy beküldik Szálasi Ferencet neki könyörögni, hogy írja már alá azokat a papírokat, amely szerint ő átadja teljesen legitim módon a hatalmat. Tehát azt gondolom, az a mi lett volna a kérdés itt mérhető bizonyos mértékig. Tehát mi lett volna, ha a Horthy Miklós megtagadja azt, hogy aláír, sőt demonstratív gesztusokat tesz arra nézvést, hogy ami itt van, az nem legitim. Ez azon mérhető, hogy a német fél és a nyilasok milyen elképesztő sok energiát raktak abba, hogy ennek az ellenkezőjét érjék el. Tehát egyrészt aláíratnak Horthyval különböző papírokat, amit ő sajnos alá is ír. Másrészt kiadnak parancsokat, amiben le van feketén-fehéren írva, hogy a nemzetvezetőt kormányzó jóváhagyásával iktatják be, Horthy Miklós kinevezte. A jogfolytonosság a legteljesebb mértékben fenn lesz tartva minden téren, és abból, hogy ez fontos volt a német félnek, fontos volt a nyilasoknak, arra kell következtessünk, hogy nagyon is tudták, hogy amennyiben ez elmarad, akkor ők is abba a helyzetbe jutnak, mint a román vasgárdisták, hogy légüres térbe kerülnek, mert nem áll szóba velük senki. Tehát a nyilaspártnak ugyan volt egy tábora 44 második felébe is, ami egy 100 000-es léptékű tábor volt, de arra nem lett volna alkalmas, hogy a felső középosztályban és a magyar közigazgatáson belül, hogy is mondjam, zökkenőmentesen átvegyék a hatalmat. Ehhez kellett az, hogy Horthy Miklós az egészhez áldását adja. És ha nincs ez a zökkenőmentesség, akkor a németek itt iszonyatosat buknak, ugyanis semmi idejük nem volt már, semmi személyzetük nem volt. Ezzel szemben, ahogy a könyv erre részletesen ki is tér, a magyar olaj nélkül az egész német hadsereg se tudott volna működni, és
Tehát itt ilyen dupla vagy semmi játéknak vagyunk igazából a tanúi, ahol Horthy Miklós az, aki tulajdonképpen egy nagyon jó történelmi helyzetből a lehető legrosszabbat hozza ki magának, meg az országnak. De mi lett volna akkor igazából, hogyha az egyéni felelősség kérdésénél maradunk, szerinted az adekvát lépés a kormányzónak a német bevonuláskor? Ugye írsz róla, hogy igazából itt nem arról van szó, hogy Szálasi hatalomátvétel történt volna, hiszen Szálasit a követségen bújtatták, és előjött akkor, amikor megtörtént a megszállás. Tehát mi lett volna itt az adekvát lépés? Lemondás? Most a március 19-ről van még szó, és ugye én az október 15-ről beszéltem az előbb. Ez egy jó kérdés, amire nehéz pontos választ adni, mert túl sok benne az ismeretlenes egyenlet, hogy ha ő március 19-én lemond, az nyilván káoszt idézett volna, az egyik válasz erre az, hogy az rosszabb lett volna, mert akkor a németek még a budapesti zsidókat is elviszik. Erre az a válaszom, hogy a németek nem azért vitték el Magyarországról azokat, akiket a magyar kormány zsidónak nyilvánított, mert ez mindenképp ragasztottak volna, hiszen Franciaországból se vitték el őket, tehát a francia zsidók kétharmada meg túlélte a holokausztot, mert nem deportálták. A németek ebben az egész zsidó kérdésbe raktak energiát, de sohasem annyit, hogy az nekik kontraproduktív legyen. Tehát hogyha a helyi hatalmi elit mondjuk ellenállt, vagy nem ragaszkodott hozzá, akkor hagyták. Hogyha egy hatalmi elitet korumpálni lehetett azzal, hogy a zsidó vagyont szétosztják, akkor meg mindenkit elvittek. A probléma itt ott van igazából, és ez a kínos része a történetnek, hogyha Horthy lemond, persze kérdés, hogy mond le? Úgy mond le, hogy azt mondja, hogy rossz az egészségi állapotom, és visszamullok az ügyek intézésétől, vagy úgy mond le, hogy valami nagyon demonstratív gesztussal egyértelművé teszi, hogy ez az egész itt vállalhatatlan. Ha az utóbbi történik, akkor azért abba beleroppant volna középtávon szerintem a magyar katonaság, hiszen Horthy Miklósat tették fel az emberek az esküjüket, és hogyha nincs legitim utód, akkor nehezen harcoltak volna szerintem azzal az elánnal. De itt, amit Horthy tett, igazából ahhoz képest, hogy ő azt csinálta, hogy azt mondta, hogy jó, csináljatok, amit akartok, nem kívánok beleszólni a zsidó kérdés intézésébe. Ugye ez történt. Miközben csomó minden másba beleszólt, sőt nem, hogy beleszólt, hanem az akaratát érvényesíteni is tudta. Tehát voltak emberek, akiket a németek ki akartak rugatni, és például Ruszkicai Rüdiger Imre hadügyminiszter helyettest, aki egy kiváló katonai menedzser volt, egy gazdasági szakember valójában, ott közölt, hogy ő nem akarja. És Ruszkicai Rüdiger Imrét nem rúgták ki. És sok ilyen dolgot tudnék még mondani, ahol a kormányzó, amikor a sarkára állt, érvényesíteni tudta az akaratát. Ez azt jelenti, hogy ha nem mond le, hanem azt mondja, hogy jó, bejöttek a németek, kell nekik szállítani több benzint, átadunk nekik zsidó munkaszolgálatosokat, most mondok egy példát, mert nekik munkaerő igényeik vannak, akkor kapnak 50 ezer zsidó munkaszolgálatos, de nem deportálhatják a gyerekeket meg az öregeket. Nyilván a zsidó munkaszolgálatosokból elpusztult volna elég sok a német gyárakban. De azért milyen túlélési esélye van a zsidó munkaszolgálatosoknak ahhoz képest, amikor 12 éves gyereket meg 60 éves aggastyánt visznek el? Ugyanis mi történt? Pont a fordítottja. A munkaképes zsidók mind Magyarországon maradtak, a munkaképteleneket meg elvitték Auschwitzba. Tehát ez az egész holokauszt legutolsó, legvéresebb fejezete nem történik meg akkor, hogyha Horthy Miklós a németek kérését jobban figyelembe veszi, és esetleg tényleg munkaerőt küld, a többieket meg békén hagyja. Ugye október 16-án következik be végül a nyilaspucs, amiről az előbb beszéltem, és elnézést, hogy összekavartam volna a történeti sorrendet. Amíg nagyon érdekel, hogy írsz a könyvedben arról, hogy ez egy tragikumikus fejezet igazából, hogy alig egy hónappal, vagy valamivel több mint egy hónappal korábban, szeptember 7-én összehívnak egy koronatanácsot, ugye ez az, amikor a kormányzó és a kormánytagok, jól mondom, ugye, ülnek össze. Na és itt született egy olyan döntés, miszerint fel kell szólítani a németeket arra, hogy 24 órán belül küldjenek 5 páncélos hadosztályt Magyarországra, ellenkező esetben a kormány fegyverszünetet kér. Ezt nehéz máshogy olvasni, mint korlátoltságnak Horthy és a kormány részéről. Mi más állhatott emögött, hiszen a valóság talaján mozog be ez a kérés, hát nagyon kevés megalapozottsággal rendelkezett.
Hát igen, ez pont olyan, mint hogyha Ukrajna most azt mondaná, hogy amennyiben nem küld neki a nyugat 2000 harckocsit egy héten belül, akkor ők békét kötnek. Tehát teljesen irreális kérést fogalmaztak meg. Hiszen... De miért? Tudták is, hogy ez irreális? Nyilván tudták. Hát ez a baj, hogy minél többet foglalkozom ezzel, annál nagyobb a gyanúm, hogy a résztvevők szellemi kapacitásai azok nem voltak a topon. Erre nem tudok mást mondani, eléggé kétségbeejtő felismerés egyébként, tehát én nem örülök neki, de szerintem ráadásul ezek az emberek, nem mondhatnám azt, hogy ezek az emberek eleve hülyék lettek volna, hiszen Lakatos Géza és a többiek a magyar katonai hírszerzésen belül is szolgáltak, szervezetben vezető pozíciót gyakoroltak sokáig, de én azt gondolom, hogy ebben az esetben egy ilyen hipnózis áldozatai lettek talán, tehát hogy nem voltak képesek szembenézni a valós tényekkel, és teljesen megbénultak, és ebben nyilván annak is szerepe volt, hogy nem volt senki, aki ebben a nagyon tekintélyelvű körben ott lett volna, aki megmondja nekik a frankót. Hadd idézelek téged, mert ami szerintem ez picit árnyalja, hogy te is pont arról, hogy szeptember 7-éhez képest alig egy hónappal korábban, augusztus 29-én, nem is egy két héttel korábban, Botmer Károly berni magyar nagykövet egy jelentésben a következőket fogalmazza meg. Tárgyalásoknak angolszászokra való korlátozása lehetetlen, minden kísérlet oroszok kizárására a tárgyalások azonnali csődjét jelenteni. Tehát kaptak megalapozott információt arra vonatkozóan, hogy A. a szovjet ellenességgel nem fog sikerülni a kiugrási kísérlet, B. muszáj a megalapodás kapcsán valamit elérni, hiszen Botmer arról is ír hosszabban, hogy fogy a németek ilyen értelemben vett türelme. Kaptak figyelmeztetést. Persze, csak az érdekes az az lett volna, hogyha Horthy Miklós azt mondja ezek után, hogy igen, tényleg így van, ennek megfelelően kell viselkednünk. De Horthy Miklós nem ezt mondja, hanem azt mondja ezeknek az embereknek, hogy azt majd valahogy megússzuk. Tehát ez a megúszós történet uralja, lebegi be ezeket a koronatanácsokat is, és mivel a Lakatos, a Hennyei és a többiek is ezt látják, hogy Horthy nem képes elszánni magát arra, amire ők se képesek egyébként magukat elszánni, hogy igen, mondjuk ki, vége a dalnak, ki kell szállni, és sajnos a szovjetekkel kell együttműködni, mert másképp ez geográfiai okokból nem oldható meg. Ebbe ők csődöt mondtak, és az érdekes, hogy a finn államfő, Mannerheim marsall még idősebb is volt, mint Horthy. Tehát nem mondhatjuk, hogy csak az életkoron múlott ez a dolog. A román politikai elit az rendkívül mélyen antibolsevista volt 44-ben, mert nagyon-nagyon rosszak voltak az 1940-es tapasztalatok. Ne felejtsük el, hogy míg Magyarországon a bolsevizmus 19-ben tett egy látogatást, és ez csak 119 nap volt, ha jól emlékszem, ezzel szemben Romániának egy konkrét olyan szintű területi csonkítást okozott, hogy a területük egyötödét rohanta le igazából a Vörös Hadsereg egy 24 órás ultimátum alatt rendkívül megalázó módon, tényleg megalázva a román népet, azt kell, hogy mondjam. Tehát nagyon zsigeri indulatok voltak ott, megjegyzem, ezek mind a mai napig kitartanak, tehát nem véletlenül a román politikai elitnek az Oroszországhoz való viszonya, az ma is eléggé egyértelműen negatív, tehát olyan, mint a lengyelé. Mert hogy egy egzisztenciális fenyegetésnek fogják fel ezt az országot. Horthy Miklósnak elvileg, meg a munkatársainak kevesebb görcse kellett volna, hogy legyen ebben az ügyben, mint amennyi a románoknak volt, pláne, hogy attól nem kellett tartania, hogy Magyarországból a Szovjetunió közvetlenül területeket csatol el. Most oké, Kárpátalját elcsatolták, de ezt akkor nem lehetett még tudni, hogy elfogják. Másrészt a Kárpátalja az a legkevésbé fájdalmas történet ebből, hiszen csak a 10%-a volt a lakosságnak magyar. Az, hogy Horthy Miklós angolul ír levelet Sztálinnak, kezdeményezi valamilyen típusú kapcsolatfölvételt, ez szimpla provokáció, tájékozatlanság, vagy az esetben épp ellenkező diplomáciai kötelesség, tehát
laikus szemmel nézve ez legalábbis egy kevéssé, hogy mondjam, körültekintő eljárás ennek tűnik. Milyen oka volt erre? Miért oroszul kellett volna írnia? Mert nem tudott oroszul. Hát de azért csak volt valaki a környezetében, fölteszem, aki meg tud fogalmazni oroszul egy levelet a legfontosabb állami vezető felé, Oroszország, Szovjetunió irányába. Igen, de ugye azt nem tudta volna Horthy saját kezével írni. Tehát ne felejtsük el, hogy itt ez a levél azért egy nagyon fontos dokumentum, és ez egyébként Horthy mellett szól, hogy mégiscsak ott ő a saját kezével, tehát nem az van, hogy súgja valakinek a fülébe, aki aztán leírta, és ő nem is úgy gondolta. Horthy saját kezével leírja azokat a nagyon súlyos dolgokat, amiben ugyan rengeteg valótlanság van, tehát hogy ők csak kényszerből szálltak be a háborúba, és így tovább, és így tovább. De abban a nagyon hát komplikált diplomáciai helyzetben a kormányzónak nagyon helyes volt, hogy ő ezt saját kezűleg írja, és mivel nem tudott oroszul, ezért ezt nem tudta volna oroszul ezt a levelet egy könnyen megírni, és a Sztálin meg biztos nem érezte provokációt. Tehát nem ez volt Sztálinnak a problémája, hogy ő nem orosz nyelven kapta ezt meg. Uh-huh. Sztálinnak az volt a problémája, hogy az ígéreteket a magyar kormány nem teljesítette, azt, amit aláírt. Ez volt a probléma, mert Sztálint egy dolog érdekelte, hogy hamarabb jusson el Bécsbe, és hogy ne halljon meg annyi szovjet katona, illetve ne lőjenek ki annyi harckocsit. Csak a Kárpát-medencében a szovjet hadsereg 1 millió embert vesztett. Halott, sebesült, eltűnt. 1 milliót. Ez egy fontos szempont volt ebben a történetben, és nem szívjóságból, hanem egyszerű politikai okokból. Visszatérve a nyilas hatalom átvételhez, ahogyan leírod, az egy SS akció volt, ugye a nyilas propagandanyagokat is Bécsben nyomatták ki. Ez mennyiben veti fel azt a kérdést, hogy Szálasiéknak a felelősségre vonása az a kor jogkörnyezetében valóban megalapozott volt-e, hiszen ilyen értelemben ők bábjai voltak a harmadik birodalomnak, legalábbis valamilyen módon ez is kiolvasható abból, amit írsz. Mit gondolsz erről a kérdésről és erről a dilemmáról? Objektíve természetesen Szálasi egy báb volt, szubjektíve egyébként egy elviselhetetlen valaki, tehát a németek nem véletlenül csak legutolsónak vették elő, ugyanis Szálasi azt képzelte magáról, hogy ő egy egyenrangú tárgyalófél lesz Hitlerrel szemben, és ő is egy teljhatalmú birodalmi megbízottat akart küldeni a magyarok nevébe Berlinbe, amit ugye a németek nem is értettek, hogy itt mi van, de ha jogi felelősségre vonás a kérdés, azt gondolom, hogy azt csak ugyan nehezíti sok minden, de elsősorban Horthy Miklós, aki legitimálta ezt az aktust. Tehát, hogyha a korabeli jogból indulunk ki, Szálasi Ferenc végül is rendelkezett egy aláírt papírral, hogy ő miniszterelnök. Ettől őt még el lehetett volna ítélni, és ez egy elég bonyolult történet, hogy hol és miért, hogyan sértette meg ő a korabeli magyar jogrendszer, de hát leginkább egyébként a nyilasokat, amivel el lehet ítélni, ezek a tömeggyilkosságok. Ez az akkori jog szerint is teljesen egyértelműen illegitim volt. Semmiféle magyar jogszabály nem tartalmazza azt, hogy le lehet vinni a Dunapartra embereket, és ott a cipőjükből kibújtatva kivégezni. Ilyen nincs. Itt is utaltál rá, és a könyvemben is írsz róla, hogy fölmerül a megalapozott gyanúja annak, hogy Horthy Miklós nincsen a beszámíthatóság birtokában, nevezetesen, hogy ugye Wesemeyer is arról ír, hogy neki is megalapozott, hát kétei vannak azzal kapcsolatban, hogy a mentális képességét tekintve Horthy valóban képes-e átlátni azokat a folyamatokat, amelyek fölött rendelkezik. Ez akkor ugye akkor fölveti azt a kérdést, hogy a felelősség, amiről te írsz, és ami neked egy fontos kérdésed Horthy vonatkozásában is, az fölvethető egy olyan emberrel szemben, aki általad is úgy ítéltetik meg, és a korabeli írások alapján is úgy ítéltetik meg, hogy nem biztos, hogy beszámítható volt már akkor, amikor a nyilas hatalom átvétel megtörtént. Én azért azt nem írtam ebben a könyvben, hogy ő nem volt beszámítható. Így fogalmazol, fölmerül a kérdés, hogy Horthy egyáltalán birtokában volt-e azoknak a szellemi képességeknek, amelyek egy kiugrás megszervezéséhez szükségesek. Ez nem biztos, hogy demencia, ez lehet, hogy egy általános kognitív képességtelenség. Így van. Inkább erre az utóbbira gondoltál? Igen, de hát ugye az a helyzet, hogy... Buta volt? Még végtelenül, igen. Ezt ki kell, hogy mondjuk, hogy végtelenül egyszerű és tehetségtelen politikusról beszélünk, aki kiválóan tudott teniszezni, és szórakoztató társalgó lehetett egy bizonyos pontig, és nagyon sok nyelven tudta ezt előadni,
Itt az az érdekes, hogy a saját személyes környezete őt ugye nem tartotta egyáltalán beszámíthatatlannak, és nem tartotta egy ilyen súlyos esetnek, kivéve egyébként Betlen Istvánt, aki látta, hogy ez az ember reménytelen, és ezt meg is mondja aztán a könyvbe is idézem. De Hortit nem lehet felmenteni azzal, hogy nem volt beszámítható, nem volt az elmeállapota már olyan állapotban, mert hogy a környezete teljesen beszámíthatóként kezelte. Mert egy elég nagy ellentmondás, ha beszámíthatatlan volt, akkor miért kezelték úgy, mintha beszámítható lett volna. Ezek szerint tehát valamit ebben a történetben nem sem. Egy nagyon középszerű politikusról beszélünk. És Betlen István legnagyobb történelmi érdeme, hogy amikor ő volt miniszterünk, akkor ki tudta vonni egyáltalán a politika csinálásból, ez mindenkinek csak jól jött. 44. október 15-én viszont Betlen Istvánnak nem volt már egyszerűen módja se, hiszen őnek is menekülnie kellett Gestapo elől. De ha ő itt lett volna mondjuk Horthy Miklós mellett, akkor feltehetően tudta volna ezt az embert valamennyire irányítani. És akkor egy záró kérdés ehhez a témakörhöz, hogy mi lett volna, ha sikerül a kiugrási kísérlet, és nem csak kísérlet marad. Lehet ezt kvantifikálni bármilyen szempontból, tehát akár a polgári lakosság, a zsidó polgárok tekintetében, a katonáknak a létszámát tekintetve véve, a már megszerzett területek megtartását tekintve a béketárgyalások során, lett-e vala bármilyen eltérő mozgástere a magyar államnak? Szóval igazából mi az, amit megalapozottan állítani lehet, hogy feltehetően máshogy alakult volna a magyarság sorsa, ott ez egy sikeres kiugrássá alakul. Így van, ez a legérdekesebb a sztoriba, annál is inkább, hogy az összes ilyen spekulatív állításomat lehet kvantifikálni, és lehet alátámasztani korabeli dokumentumokkal. Pontosabban én csak olyan kérdésekben tettem fel azt, hogy mi lett volna, ha, amelyekben ezek a dokumentumok rendelkezésre álltak konkrétan. Ha az merül fel, hogy a magyar határok hogyan nézhettek volna ki, akkor fel kell tennünk a kérdés, hogy volt-e, és mikor és meddig, milyen mértékben mondjuk a csehszlovák, illetve a román kormányokban hajlandóság arra, hogy a trianoni határokhoz képest koncessziókat tegyenek. Erről pedig a következőt tudjuk. A csehszlovák oldalról annak a területnek, amit végül az első bécsi döntés átadott, a 83%-át ők maguktól is átadták volna, amennyiben ezt bilaterális módon, tehát a németek és az olaszok kizárásával csak a két ország partnerségi alapon elrendezi. Majd a Csehszlovákia összeomlása utána emigráns londoni kormányban ott is tudták, hogy ez az egész Trianon sztori feltetően azért nem csinálható vissza ugyanazokkal a határokkal, mint amik 1920-ban voltak, hanem a csalók közt mondjuk azt oda kell adni, meg hogy dolgokat át kell engedni. A román félnél ugyanúgy egy olyan 5000 négyzetkilométer erejéig volt egy hajlandóság arra, hogy valamit átadjanak. Ez nagyon kevés természetesen az egészhez képest, de a hallgatók úgy gondoljanak abba bele, hogy Szatmár, Németi, Nagyvárad, Arad és Nagyszalonta, azok nem közel külföld, hanem Magyarország részei lettek volna mondjuk mind a mai napig, az egy kicsit másképp nézne ki ennek az egésznek az optikája. Nos, ez mérhető. Pláne az ott élők szempontjából. Most ez mérhető, mert hogy 43-ig még a Benes is ezt így elfogadta volna. Nyilván 43 után, amikor látta, hogy a magyarok nagyon rosszul politizálnak, megnőtt az étvágy, de a helyzet az, hogyha ez a kiugrás sikeres, az azt jelenti, hogy a szlovák nemzeti hadsereggel karöltve kell a magyar királyi honvédségnek a németekkel szembefordulni. Ez azt is jelenti, hogy nincsenek benesi dekrétumok a magyar lakosokra. Ez azt is jelenti, hogy a szlovák-magyar ellentétek helyett egy alapvető egymásra utaltság érzése van. Egy olyan helyzetben, amikor egyébként még a akkori nemzetiségi viszonyok egy eléggé könnyen elkülöníthető térképet tettek lehetővé. Tehát lehetett volna a szlovák-magyar határat vonni úgy, hogy az úgy viszonylag fájdalommentes. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon szépen levezethető, amit én itt írok, és a fiktív történetírásnak igazából ez a legnagyobb varázsa, hogy ezt aztán tényleg alá kell tudni támasztani adatokkal. Hogy mi alapján gondolom azt, hogy ezt meg lehetett volna csinálni, mert ezt nem lehet bármit mondani, hanem azt alá kell tudni támasztani, és én
amennyire tőlem telett, ezt megkíséreltem. Térjünk át az előadás sorozatodra, amit ugye az OSA Blinken Archívum szervezésében lehet majd látni. Egyébként innen is köszönjük azt a segítséget, amit az archívum szokott biztosítani az archív felvételeik átadásával. Ebben az adásunkban és általában a legtöbb adásunkban nagyon sokat tudtunk beríteni ezekből a felvételekből. Szóval ez az ő szervezésükben valósul meg, ez 12 alkalmas lesz majd, és a CEU Nádor utca épületében lesz majd látogatható. Milyen megfontolások alapján szerveztétek ezt az előadássorozatot, milyen igényt akartok ezzel igazából kiszolgálni? Korábban én tartottam Mink Andrással közösen 5 éven keresztül egy tanár továbbképzést, és ebben a 1867-től tulajdonképpen a 56-ig terjedő időszak vitás kérdéseit vettük általában egy kicsit közelebbről szemügyre, és az ötlet lényege igazából az, hogy Magyarországon az egyetemi autonómia az egyre csekélyebb, egy csomó olyan ügy van, amiről azt gondolom, hogy nem olyan egyszerű egy egyetemen belül beszélni, bár nyilván senki nem tilt meg semmit, de van egy igény minden jel szerint arra, hogy egyfajta szabad egyetem jelleggel a közelmúltnak azok a kérdései, amelyek meglehetősen terheltek politikailag, azokról szabadon lehessen beszélni. Hangsúlyoznám, nem az a célja ennek az előadás sorozatnak, hogy én korrigáljam úgymond a magyar tudománytörténelem képét, ilyet nem ismernék, hanem az a célja, hogy esetleg több magyarázatot, több alternatív dolgot juttassak el egyrészt a hallgatókhoz, másrészt meg, hogy megtanítsam a hallgatókat arra, hogy miért érdemes megkérdőjelezni bizonyos ügyeket. Tehát, hogy a történettudomány az nem dogmák ismételgetéséből áll, hanem újabb és újabb kérdések feltevéséből. Ez egy nagyon is legitim, sőt, elengedhetetlen, hogy újra és újra kérdezzünk a múlttól, ami már elmúlt, és szerintem erről nincs elég szó. Egyébként az egyetemen, amikor én jártam egyetemre, akkor se volt elég szó, tehát elméleti óráink nem nagyon voltak. És most már egy 53 évesen lehet, hogy én is kicsit változom, azt gondoltam, hogy segíteni kéne az érdeklődőket ezen a téren is, fogódzókhoz. Meg ahhoz, hogy jobban értsék talán azt a világot, amiben élnek. Akkor ez fontos, hogy ez nem történész hallgatók számára, vagy a történettudományban jártasak számára kínál pusztán csak becsatlakozási lehetőséget, hanem kvázi minden érdeklődő laikus nyugodtan elmehet, és becsatlakozhat, meghallgathatja ezeket az előadásokat. Így van, de hogyha valaki egyetemre jár, akkor még egy ösztöndíjat is tud kapni, amennyiben az előadások látogatása után egy vizsgát letesz, ami nem lesz rendkívül nehéz, én fogok vizsgáztatni ugyanis. Az első adásnak az a címe, Történeti tény és a történész, mint bíró, ítéletalkotás és történeti koncepciók. Igazából sejtek valamit ez alapján, hogy mi lehet igazából a célja ennek az előadásnak, de összetudnád röviden foglalni 3-4 mondatban, hogy mire számíthat a látogató, hogyha becsatlakozik. De egyrészt azt szeretném megmutatni, hogy a történeti tény, ez nem egy olyan egyszerű dolog, az mindig tartalmaz interpretációt, és ebből adódóan nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor történeti tényekre hivatkozunk, mert hogy adott esetben több történeti tény is létezhet egymás mellett, illetve az interpretációk miatt ez egy sokkal kevésbé megfogható úgy, mert van egy elemi tény az, hogy az 1-69-10-34-0-15-ös személyigazolvány számú ember most itt ül a stúdióban, ez volnék én, ez egy elemi tény. De ez az elemi tény attól lesz történeti tény, ha esetleg az lesz, hogy annak valamilyen jelentősége van, ami itt történik például, illetve hogy egyébként ez a személy, az az Ungvári Krisztián mit követett el ezelőtt, és mit fog elkövetni ezután. Enélkül a dolog nem lesz értelmezhető. Ez a dolognak az egyik része, és ebből adódóan, ha fontos az interpretáció ezeknél a történeti tényeknél, akkor azt is el kell fogadjuk bizonyos mértékig, hogy egymás mellett élő interpretációkat is el kell tudni viselni. Ezek nem mindig zárják egyrészt ki egymást. De ennél is talán fontosabb ez a történész, mint bíró történet, mert hogy sokan mondják azt, hogy a történész ne legyen bíró,
a történész írja le a dolgokat, ahogy azok voltak, de itt kezdődik a probléma, hogy nem lehet leírni a dolgokat olyan egyszerűen, ahogy azok voltak, mert hogy a történeti tény már önmagában is értékítélettel telített. Ha valaki meg akarja írni az 56-os forradalom történetét úgy, ahogy az volt, az akkor pontosan ugyanaddig tartana, mint ameddig az 56-os forradalom tartott, és pontosan ugyanannyi verzióban létezne, mint annyi ember volt benne. Ez ugye lehetetlen, tehát szelektálnunk kell abból a mérhetetlen mennyiségű dologból. Persze meg lehet írni az 56-os forradalom történetét, sőt meg is kell, de ne tegyünk úgy, mint hogy ez ne lenne szelekció. Ha szelekció van, akkor koncepciónak is kell lenni, mert csak nem egy majom húzza ki, hogy mikor, miről beszéljünk. És az a kérdés, hogy hogy tudjuk ezt felvállalhatóvá tenni. Tehát mik a kritériumai annak, hogy az én szelektálásom szakmailag vállalható, és mikor lesz vállalhatatlan? Az is kérdeztem erre a történész, mint bíró koncepcióra, mert a már említett, általad is említett úgynevezett Mindszenti vitában, amelyben ugye volt a válaszolnál is egy leágazás, de te a Telexen írtál egy tanulmányt, amelyben Somori Ajadán, Bencér Szeretes és Virt László hittantanár elemzéseire hivatkozva állítottad azt, hogy igazából Mindszenti személyében kár a NER-nek hőst kreálnia. Egész konkrétan úgy fogalmazol, az ideológiájában egyre jobbra tolódó NER eljutott már oda, ahová korábban csak a legvadabb kommunista karikatúrák képzelték politikai ellenfeléket. Így szükségszerű, hogy olyan személyiséget válasszanak, aki a mai jobboldal szélsőségeseivel is kompatibilis. Kifejezetten az volt a szándékod ennek a vitának a felvállalásával, hogy a Mindszenti kultuszt helyretedd, érezted-e azt, hogy esetleg a NER-nek a kánonkreálása kísérlete megemeli Mindszenti személyét, vagy azt érezted, hogy félreértések kövezik a személyét, és emiatt lehet, hogy adott esetben a NER iránt ellenkötelezett érdeklődők is megbocsájtóbbak Mindszentivel kapcsolatban? Tehát mi volt az, ami miatt alapvetően azt gondoltad, hogy neked érdemes ebbe a vitába beleszállnod? Hát ezek a szempontok egyszerre is elképzelhetőek, amiket mondtál, de a Mindszenti történetet, tehát minél mélyebben foglalkozom ezzel az emberrel, annál szörnyűbb, és egyébként egy baj is, mert hogy valamilyen empátiát kellene, hogy érezzek a főszereplővel szemben, és nagyon nagy erőfeszítésembe kerül ez egyre nagyobba, lehet, hogy meg is haladja erőmet. De ami miatt ezt igazából tényleg releváns dolognak tartottam, az az, hogy nem mindegy, hogy ennek az országnak van-e Nyugat-Európa kompatibilis jobboldala, vagy nincs. Ez nagyon nem mindegy. Nem mindegy, hogy van-e egy nyugati típusú kereszténydemokrata hagyomány, vagy nincsen, és nagyon érdekes, hogy ha volt nyugati típusú kereszténydemokrata hagyomány, akkor az miért nem tudott kibomlani, és miért egy ilyen ember, mint ez a Mindszenti, aki nagyjából a kora középkor és a 19. század közötti elképzelésekkel volt telítve, emellett pedig egy rendes magyar fajvédő volt, aki számára már a reformátusok is gyanúsak voltak, de egyébként aki nem úgymond magyar nemzetiségű, az alapvetően asszimilálandó, vagy pedig eliminálandó elem. Tehát miért őt? Miért nem mondjuk Giszvány Sándort, vagy bárki mást, mert voltak mások is. Mert ahogy mondtam korábban, hogy a múlt a mának szól, az az ország, amiben élünk, aminek a nyugattal és az Európai Unióval a legalábbis a politikai vezetőik nyilatkozatai alapján számos problémájuk van, sőt már felmerül az, hogy oda kell-e egyáltalán tartozni, kérdőjel. Felmerül ez, hogy ez miért van így. És nyilván a múlt nem alkalmas arra, hogy prognózisokat adjon 100%-kal arra, hogy mi lesz a jövőbe, de talán lehet, hogy egy picit segít megérteni a jövőt. Azt jól érzékelem, hogy te mondjuk a Mindszenti kultuszépítést kártékonyanak ítéled, meg mint mondjuk a Dózsa László féle hős kreálást? Sokkal kártékonyabban, igen. Az egyik az egy pojáca problémája, meg a közterületé, amit befettek vele, illetve nyilván más problémák is vannak, de nem következik föltétlenül a rendszer szintű tönkretevése valaminek. A Mindszenti esetében pedig valójában az egésznek a mélyén az a típusú egyházkép áll,
ami Vlagyimir Putyin sajátja, tehát egy államegyház, ahol az állami vezető és az egyházi vezető úgymond az egy személy. Hát Mindszenty maga is ugye ezt gondolta magáról, hogy ő az ország első közjogi méltósága, ő nevezi ki majd az új kormányt, és nem véletlen, hogy a mai katolikus egyház egyébként a működése szempontjából nem feltétlenül a Rómából, hanem lehet, hogy a Karmelitából irányítják. Ha azt nézzük meg, hogy milyen reakciók vannak arra, amit Ferenc pápa például különböző kérdésekben mond, és mi az, amit egyébként mondjuk a Kesma lapjai hirdetnek ugyanarról, és különbséget találunk a két interpretáció között, akkor sajnos azt láthatjuk, hogy vannak magyar püspökök, akinek az interpretációja sokkal inkább a Kesmával van szinkronban, mint Ferenc pápával. Lásd, migráció például, csak egy egészen egyszerű példát mondja. És nem az a kérdés, hogy egyet kell-e érteni a migrációval, vagy nem, hanem az a kérdés, hogy egy egyházfi, akit egyébként a szegényekkel szembeni irgalomra, könyörületre és szeretetre kellene, hogy felkészítsen a hivatása, az megengedheti-e azokat a mondatokat. Ezt fontosnak tartom. Tehát nem azt akarom mondani, hogy mindenkit most engedjenek be, bontsák le a kerítést, hanem azt, hogy egy egyházi vezető egész egyszerűen nem viselkedhet úgy, mint ahogy ezek az emberek viselkednek. És ennek az az oka, hogy ahogy Putyinnak is megvan a maga ortodox egyháza, úgy látszik a NER-nek is megvan a maga ilyenje. Hadd kérdezek egy provokatívat, hogy ugye azt mondod, hogy nem mindegy az, hogy milyen lesz itt egy nyugat-európai értelemben vett jobb oldal Magyarország, lesz-e egyáltalán, vagy milyen lesz a magyar keresztény demokrácia állapota. De hát azért úgy 2010 előtt sem Slakta Margit volt az iránytű ilyen kérdésekben a politikai jobb oldal számára. Tehát a Mindszenty kultusz nyilván 2010 után került módszeresen felépítésre abban a formában, hogy most ismerjük, de 2010 előtt sem lehetett látni, hogy kevésbé lett volna domináns és meghatározó a politikai jobb oldal számára. Tehát valóban létezik-e a NER-től független jobb oldal, ami egyébként megpróbálná a vállalható, az ország egésze számára példaadó, a köztársaság eszmével összeegyeztethető, akár a politikai oldalakon átívelően fontos, jelentős figurákat fölemelni, vagy pedig az, vagy nem, ilyenekkel igazából nem rendelkezik, vagy ha rendelkezett, ezeket soha nem is tekintette a maga számára iránytűnek, idézem megint Slakta Margit személyét. Lehet, hogy politikailag ebben most úgy tűnik, mintha nem volna olyan túl sok realitás, de én akkor se tehetem meg, hogy nem utassak rá, hogy létezhetne egy ilyen, uh-huh. És akkor talán lesz rá igény is. Egyébként van rá igény, tehát én többre tartom ezt az országot annál, hogy csak ilyen legyen a jobb oldala. Meg megjegyzem, a bal oldalnak is voltak, meg vannak ugyanilyen problémái, tehát ez azért nem úgy van, hogy a jobb oldalon nincs megoldva, az ezzel szemben a bal oldal mindig is a kiváló idolokkal vette körbe magát. De tök mindegy, tehát én nem egy politikai agytrözt vagyok, én egy történész vagyok. Engem nem kell, hogy kössön az, hogy mennyire lesz népszerű az, amit én mondok. Engem egy dolog köt, az a tudomány, illetve a tudománynak a kritériumrendszere. Azokat kell nekem figyelembe vennem, és nem azt, hogy népszerű leszek-e vele. Egyébként ilyen szempontból az egyháznak is egy nagyon jó helyzete van, hiszen elvileg nem kellene népszerűség után futkosnia, vannak lefektetett dogmák és elvek, és azokat kéne képviselni, ami egy nagy előny a mai átpolitizált világban, ahol úgymond propagandával és a többség felpörgetésével lehet irányítani dolgokat. Az egyház nincsenek elvileg kitéve. Hát a dogmák le vannak fektetve, ahogyan az egyház és állam szétválasztásának az elve is, de ez utóbbiban láthatóan nem tudna megélni olyan szinten a katolikus anyaszent egyház, mint ahogyan meg tud élni most, de ez egy másik beszélgetés témája lehetne. Forduljunk rá a beszélgetés végéhez közeledve az aktuál politikai kérdésekről, mert bár a legelején te elutasítottad ezt a felvetésemet, miszerint kvázi sztártörténészi státuszod lenne pont amiatt, hogy közeleti kérdésekben is megnyilvánulsz, és azt mondod, hogy Romsics Ignác nevét többen ismerik, ez kérdéses. Az egész biztos, hogy Romsics Ignácról olyan típusú képek nem terjedtek a nyilvánosságban, mint rólad egy október 23-ai megemlékezés kapcsán, amikor csak a képet egy pillanatra szeretném bemutatni a nézőinknek, hogyha esetleg már elfelejtették volna. Ugye 2016-ban készült ez, hogyha jól mondom. Itt ugye síppal mentél ki kifejezni a nem tetszésedet az országot vezető miniszterelnök korábbi megnyilvánulásaival szemben, és itt ugye hát egy polgártársunk neked támadt,
Ez egy felületi sérülés, súlyosnak néz ki, de hát önmagában a tény, hogy neked támadnak azért, mert kifejezetten nem tetszésedett egy regnáló kormányfővel szemben, azért eléggé sajátos. És hát nyilván ez egy önmagán túlmutató szimbólumá vált ez a kép, ahogy te kvázi nemzeti népviseletben eleve ugye polgári konzervatív attitűddel, vagy szabad elvű konzervatív attitűddel, ezt majd te elmondod, hogy melyiket érzed inkább a sajátodnak, kiállsz és sippal fejezed ki a nem tetszésedet. A mából visszanézve van-e benned megbánás ezzel kapcsolatban? Mit változtatott meg a szakmai perszónádon olyan értelemben, ami esetleg terhes a számodra, vagy épp ellenkezőleg ürülsz, büszke vagy rá, vállalod, és valójában csak a hasznára volt, azt gondolod, a politikai közösségünk egészének? Megbánás biztos nincsen bennem. Megkönnyebbülés, meg hála van, mert sokkal rosszabb vége lehetett volna, hiszen én tulajdonképpen minimális sérüléssel úsztam ezt meg, kiverhették volna a fogaimat is, vagy de sokkal rosszabb vége lehetett volna ennek az egész ügynek, és szerencsére engem védett mégiscsak valahogy az, hogy a sajtó az erre a ruhára felfigyelt, lehet, hogy a személyemre is, de hát azt valószínűleg érezték, hogy itt valami történni fog, és az, hogy olyan sok kamera volt ott körülöttem, az megakadályozta azt, hogy velem azt megcsinálják, amit egyébként megtettek volna, hogyha nincsenek ott azok a kamerák. De szerintem súlyosan bántalmaztak volna, azt mondod? Hát ott egy csomó embert súlyosan bántalmaztak, tehát ez egy kérdés, de ezen nem lehet csodálkozni akkor, amikor polgárháborús hangulatot kelt egy rendszer, és mindenkit, aki ennek a rendszernek nem híve, az gyakorlatilag hazaárulónak bélyegez. Akkor ne csodálkozzunk, hogy a buszba hergelt tüntetők, akiket ugye busszal hoznak a kormány aktivistákat, akik adott esetben még, amikor beszállnak a buszba, teljesen jó állapotban vannak, de egy másfél vagy fél órás utazás és a folyamatos indoktrináció után azt gondolják, hogy itt a drogos pesti LMBTQ aktivisták várják majd őket, akik el akarják adni az országot Soros Györgynek, és akkor nyilván ütnek. De ez egy dolog, azt fel lehet vetni, hogy én miért voltam ott, nyilván, mert én fontosnak tartottam, de apám is ott volt, tehát bocsánat, nem egymás mellett voltunk, egymástól teljesen függetlenül, sőt, munkai főnököm is egyébként ott volt, őket pont nem ütötték meg, de Rajnerem János is ott volt, szerintem nem fog haragudni, hogy ezt én most itten elmondom. Sokan voltak ott. Volt egy helyzet, ami miatt én kerültem a címlapra, és ez nem az én érdemem, hanem a helyzeté. De azt gondolom, hogy fel kell ismerni, hogy egy helyzetből mikor nem kell elfutni. Tehát voltak ott emberek, akik mondták, hogy töröljem le a vért, ami csorog az arcomon, és adtak is volna a kendőt, és nem törlöm le, mert hogy ez nem az én problémám, hanem azért, aki engem megütött. És eleve én nem azért mentem oda ki csak, mert egyébként nem értek egyet a kormány politikájával, hanem konkrétan azért mentem ki, mert tudtam, hogy ott nyílt köztéri hazudozás lesz. Orbán Viktor ugyanis azt mondta, hogy ma Brüsszel ugyanúgy veszélyezteti a magyar érdekeket, mint 56-ban az orosz tankok tették. Most ez olyan szintű gyalázat a Brüsszelt az orosz tankokkal egybevetni, hiszen tudtam, ami önként léptük be az Európai Unióba, tessék, ki lehet lépni, semmi akadálya. Brüsszel nem küldött oda egyetlen egy harckocsit se. Ezzel szemben ezt az országot a Szovjetunió megerőszakolta nagyon durván, és ebbe egy csomó ember belehalt. Tehát ezeknek a halottaknak az emlékéből ennyire ócska, aljas politikai tőkét kovácsolni, ezt nem vagyok hajlandó elviselni. Azt jól érzékelem, hogy ezután, a fellépésed után lettél élesebb is és aktívabb is a közeleti kritikáidat illetően? Fogalmam sincs, ezt nem tudom most fejből erre a választ, de ez egy mérhető dolog, hiszen a megnyilatkozásaim a nyilvánosság előtt zajlanak. Nekem ez eddig nem jutott így eszembe. Ugye legutóbbi a tusványos beszéd apropóján is egy igen nagy hatású publicisztikát tettél közzé, ebből is hadd idézek egy kicsit hosszabban. Úgy fogalmazol, hogy érdekes, hogy olyan beszédet, amit fasisztoidnak lehet nevezni, tartott politikai következmények nélkül, mármint Orbán Viktor, de olyat, amiben kimondja, hogy az oroszországi állapotok a kívánatosak a számára, amelyiként az igazság, nem engedhetne meg magának. A gender, mint a világ jövőjét alapjaiban meghatározó kérdéskör
tipikusan olyan téma, amit az orosz titkosszolgálat tudatosan tart napirenden, és ugyanez igaz a rothadó nyugat mantrájára is. Ezeket a toposzokat évek óta szisztematikusan terjesztik az orosz mintára működő propaganda oldalak, a magyar állam pedig majdnem 10 éve tart ott, hogy elárulja azt a szövetségi rendszert, aminek a része. Lehetek az ördög ügyvédje? Tessék. Ha vannak is választási visszaélések, manipulációk, szisztematikus választási csalásról nem beszélhetünk Magyarország vonatkozásában legutóbbi választásokat illetően. Van hozzá demokratikus felhatalmazás Orbán Viktornak, nincs? A szisztematikus választási csalás kategóriában szerintem teljes mértékben beleillik az, amikor szisztematikusan buszokkal szállítanak választókat, amikor ezek a választók különböző juttatásokat kapnak a választásba való részvételért, de nyilván nem ettől lett az eredmény ennyire elsöprően kétharmados, hanem attól, hogy a kormány állami pénzből pártpropagandát űzve folyamatosan alapvető kérdésekről hazudozhatott a médiában úgy, hogy az ellenzéket nem hagyta megszólalni. Miközben a közmédiának, a mi adónkból fizetett közmédiának kutya kötelessége lett volna, és nem valósult meg így az objektív tájékozódás lehetősége, különösen nem vidéken, ez a szavazási eredményekből világosan látható, tehát itt egy választási csalás, szisztematikus választási csalásról van szó. Megjegyzem, mivel ez egy nagyon profi társaság azért, már értve ezzel a mostani kormányt, ha így is el tudták érni a kétharmadot, akkor nyilván nem lesz szükség arra, hogy magát a választási rendszert buherálják úgy, hogy szavazólapokkal csaljanak. Ez egyébként is sokkal nehezebb. De fel kell tennem a kérdést, hogy itt akkor, hogyha esetleg szükséges lesz ez, akkor biztos vagyunk benne, hogy nem teszik meg, és tudom, hogy ez megint mi lett volna a kérdés, itt már voltunk ugye nemrég. Mi lesz, ha ráadásul? Mi lesz, ha, de a baj az, ennek az egész magyar politikának a legnagyobb rákfenéje az, hogy nehezen képzelhető el, hogy a kedves vezető nyugdíjba megy, mert hogy nagyon minden az ő személyére van ráépítve. Angela Merkel el tudott menni nyugdíjba, és ettől nem kezdődtek el az osztozkodások a német oligarchák között, hogy akkor most ki fogja megkapni mondjuk a Volkswagent, meg ki az, aki beül a nem tudom a Rheinmetallba. Ezzel szemben Magyarországon, hogyha Orbán Viktor visszalép a politikától, akkor ott egy csomó kérdés fog felmerülni a diadokok között, tehát a trónörökösök, különböző oligarchák, egyebek. Nagyon nehezen képzelhető itt el a nyugodt, békés nyugdíjas lét, már csak azért is, mert hogy semmi se oldja meg annak a garanciáját, hogy nem lesz-e felelősségre vonás. Nem véletlen, hogy Putyin ugye most már azt is törvénybe iktatta, hogy tulajdonképpen ő gyerekkorától kezdve semmiért nem lehet felelősségre vonni, tehát egy teljes amnestia és fedhetetlenség vonatkozik rá élete végéig, de hát mint tudjuk, ez semmire se biztosíték. Tehát, hogyha nem ő van a vezetői székben, hanem valaki más, senki nem garantálja, hogy Putyint ne vonják felelősségre azokért az ügyekért, amik itt történtek, és azért van miért. Aztán nem kell a partizán nézőinek részleteznem. Nem, de ettől még hadd provokáljak kicsit, mert valóban a Deniknek igazából adtál már egy interjút, ez egy szlovákiai magyar lap, nagyon fontos és jó minőségű újság, érdemes olvasni. Szóval, hogy adtál nekik egy interjút, amiben ugyanezt fogalmaztad meg, hogy a Fidesz durva választási csalásokkal és megengedhetetlen eszközökkel kampányolva tudta realizálni a kétharmadát. És mi van, hogyha népszerű? Hát mit értünk ez alatt? Hogy jó meggyőződéséből gondolta azt 3 millió polgártársunk, hogy Orbán Viktor országlásával egyszerűen a jelen körülmények között jobban fog. Persze, elni. De én ezt nem is vitatom. Tehát azt gondolom, hogy a Fidesz szavazók azok nem a földre szállt gonoszok, akik azért tették ezt, hogy engem bosszantsanak, azért szavaztak a Fideszre, mert ezt tartották vagy a legkisebb rossznak, vagy pedig objektíve jónak. A probléma az, hogy ezt a döntésüket úgy hozták meg, hogy szerintem nem rendelkeztek azokkal az információkkal, amelyekkel kellett volna, hogy rendelkezzenek, mert ha rendelkeztek volna, akkor 35% nem szavazott volna így. Uh-huh. Illetve tovább megyek, önmagában az, hogy van egy politikai párt, amelyik úgy tartja magát hatalmon, hogy állandóan átírja a választási törvényt és álpártokat működtet.
mert ugye ez is ennek az egész sztorinak a része, erről még nem is beszéltünk. Tehát, hogy ezt a választási törvényt több mint 300 ponton írták át, és a Mi Hazánk, mint párt nem értelmezhető igazából, mint önálló entitás, bármit is mond erről ennek a pártnak a vezetősége, és bármit is gondol, mert nyilván van, aki azt hiszi, hogy ez egy önálló párt. De hát Orbán Viktor a teljes ellenzék térfelében nagyon sok helyen belenyúlt, elég sokszor. Tehát, és ez mind az orosz modell szerint megy, tehát itt azért, mert az emberek ezt megválasztják, én nekem ezzel nem kell azonosulnom, ez az egyik, senkinek se kell, és szerintem az emberek igazán tudnák, hogy itt mi van, akkor nem szavazták volna meg. Vagy ha mégis megszavazták volna, ez akkor is az ő problémájuk, nem az enyém. Én nem szavaztam. A NER igazából szerinted micsoda? Kérdezem ezt azért is, mert a Válaszolnának adtál egy interjút, amiben úgy fogalmaztál, a Kádárkor diktatúra, persze, amiben ma élünk, az sem mintaszerű liberális demokrácia, és akkor finoman fejeztem ki magam, illetve a HVG-nek tettél még egy próbálkozást arra, hogy rendszertipológiai megfejtéssel élj, ott arra hivatkoztál, hogy a Horthy rendszerben váltogatták egymást a miniszterelnökök, de ilyen szempontból az Orbán rendszer teljes kivételt képez a politika történeti múltját tekintve Magyarországnak. Nem mehet nyugdíjba, hogy Vlagyimir Putyin, ugye erre is utaltál most az előbb. Ez egy novum magyar politika történetben, ennek, mármint a nemzeti együttműködés rendszerének, Orbán Viktor hatalmának nincs tradíciója. De akkor hogy írható le? Szerintem ez alapvetően a putyini modellnek a magyar klónja, ami azt jelenti, hogy sokkal kevésbé nyíltan erőszakos, mert hogy egyszerűen olcsóbban és hatékonyabban meg tudja oldani az ügyeket erőszakmentesen, de ez a putyini rendszerrel írható le. A putyini rendszer viszont az egy posztfasiszta, mutánsan fasisztoid rendszer. Tehát ezt Timothy Snydertől kezdve elég sokan leírták, most van speciál pont az apám volt, aki az Orbán rezsimet is egy mutáns fasiszta rezsimnek írja le. Én nem szívesen használom ezt a szót, de csak azért, mert hogy ha valaki a fasizmus szót használja, akkor rögtön a Auschwitz, meg a Dunapart, meg az erőszak jut az embereknek az eszébe, ami itt nincs. Ez egy nagyon fontos dolog. Maga a rendszer is ezzel legitimálja magát, hogy de hát kérem szépen, nálunk igazi demokrácia van, mert nem vernek meg a rendőrök. Míg 2006-ban ugye akkor megvertek. De ha azt nézzük, hogy mégiscsak van egy nem is a vezérkultusz itt, mert olyan szintű Orbán kultusz természetesen nincsen, mint amilyen Hitler vagy Stalin kultusz volt, de az erőnek a kultusza, tehát az, hogy ők mindent megtehetnek, mert ők képviselik a nemzetet csak is és kizárólag, és mindenki, aki nem ők, az ellenség, az ennek az egész, hogy is mondjam, ideológiának egy mutáns változata, azt gondolom, mindesetre nagyon veszélyes, mert hogy folyamatosan egy nemzetet ketté szakít, holott egyesítenie kellene, és én megértem, hogy a politikának ez a természete, de ezt mégis rettenetes így átélni. Ausztriában ez nincs, Németországban sincs, tehát rengeteg probléma van ott, sokat tudnánk beszélni erről, de az, hogy az ország egyik fele a másikát nyíltan ne tartana a nemzethez tartozónak, ez az nincs. És akkor zárásként beszéljünk egy hétvégi eseményről, ugye Orbán Viktor tartott egy zárt körű, hát sajtótájékoztatónak mondják, igazából az MCC ösztöndíjasait, ugye ez a Martinus Corvinus Collegium kormányzati agytrözt képz, de izgalmas együttes, most nem is akarok részletesen belemenni abba, hogy pontosan micsoda. A lényeg az, hogy vannak nemzetközi ösztöndíjasaik, többek között a Rod Reher nevű amerikai szélsőkonzervatív véleményformáló is, akiket vendégül látott Orbán Viktor, ahogy mondom még egyszer, egy zárt körül beszélgetésen, hogy pontosan mi hangzott el ezen a beszélgetésen, azt azóta is próbálják sokan rekonstruálni, mert különböző beszámolók megjelentek, amelyekben hát részben valószínűleg nagyon szélsőséges álláspontokat fejtett ki a magyar kormányfő Ukrajna területi integritását illetően, illetve elég nyíltan beszélt Oroszország háborús intencióival kapcsolatban, bár tenni így a magyar közvélemény előtt is ezeket a tudásait jobb lenne, hogyha esetleg megosztaná. De ugye a visszatérő Európai Uniós tagságunkkal kapcsolatos dilemmáknak is adott egy gellert. Na most ugye legalább 2011-12 óta, mióta fönnállnak ezek a különböző viták Magyarország és az Európai Unió különböző intézményei között, fölvetődik az a dilemma, hogy hát Orbán ki fogja vezetni Magyarországot az EU-ból. Nem nagyon látszik,
hogy valóban ennek ilyen szándéka, hiszen pontosan érti azt, hogy egyrészt a legfontosabb felvőpiac a magyar gazdaságnak az Európai Unió, abszolút látja azokat a gazdasági, egymás utaltsági helyzeteket, amelyekben Magyarország nem képes az Európai Unió nélkül érdemben előrébb jutni. Tehát, hogy itt egy elég erőteljes kiszolgáltatottság van a centrumországok irányába, ami erőfeltételezi az Európai Uniós tagságnak a megtartását. Mégis látszik, hogy most erre újult erővel ugrott rá a ellenzéki oldalak többike is, illetve a véleményformálók sokasága is. Szerinted érdemi vitája az, hogy Orbán Viktornak van-e szándéka Magyarországot kivezetni az Európai Unióból, vagy sem? Nem így közelíteném ezt a kérdést meg, mert azt gondolom, és ettől lesz az egész igazán tragikus, hogy Orbán Viktor ezzel a politizálásával ugye egy kényszerpályára löki az országot, amikor minden bajnak okául Brüsszelt jelöli meg, és azt mondja, hogy persze nekünk kell az unió, hát hogy ne kéne, hiszen ebből lett milliárdos a teljes rokonsága, azt csak úgy meg kell jegyezzük, hogy Tiborcz Istvántól kezdve Mészáros Lőrincig ezek az urak nem lennének milliárdosok, ha nem lett volna uniós pénz. De a probléma az, hogyha van egy társadalom, amit arra szoktatnak rá, hogy az Európai Unió egy eredendő rossz, előbb-utóbb valaki lehet, hogy be fogja majd dobni, hogy erről kéne egy szavazást csinálni, mint ahogy Angliában is történt, és akkor csak abban reménykedhetünk, hogy ezt majd elcsalják valahogy. Mert hogyha van egy hiszterizált tömeg, és ezt megszavazza, az nyilván egy katasztrófa. Most nem tartunk még itt, meg nagyon nehéz azért ehhez ugye egy érvényes népszavazást kellene csinálni. Ez egy reális szenárió. Nem igazán, de a sokkal reálisabb szenárió az jelenleg az, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy oké, lehettek tagok, de nem adunk pénzt. És viszont ebben az esetben, hogyha nincs pénz, de tagság van, akkor megint újra kell írni az egész szöveget, mert annak a fényében meg az, hogy mire vehető rá a lakosság, és hogyan hiszterizálható bele valami őrültségbe, más dimenziókba kerül. Hiszen akkor minden magyar választó azt fogja hallani, hogy van itt egy unió, akiknek nekünk be kell fizetni, de pénzt nem kapunk tőle, és egyébként is állandóan csak a baj van. De valószínűnek tartom, tehát most már nem az a gondom jelenleg ezzel a retorikával, hogy az ország ki fog lépni az unióból, hanem az, hogy az unió fogja felismerni azt egyébként nagyon helyesen, hogy ezt így nem lehet csinálni tovább. És ez igazából nem baj, ennek örülnünk kell, mert ez az egyetlen egy, ami valamilyen önmérséklete fogja késztetni a hatalmat, hogyha azt látja, hogy ezt a pénzt nem öntik neki ide. Hát ennek az önmérsékletnek a megmutatkozását majd mi is várjuk. Ha előáll, akkor majd téged mindenképpen várunk vissza a stúdióba, de ez nem előfeltétel, mert enélkül is szívesen látunk itt bármikor. Először is kérlek, hogy akkor ismételjük meg a nézőink kedvéért, hogy mikor és hol látogatható az előadás sorozatod. A Nádor utcában, a CEU épületében, ott egy teremben lesz ez a jövő kettől, ez február 6-ától lesz minden héten 17:30-kor kezdődően, elvileg másfél órás blokkokban, de lehet, hogy néha kicsit rövidebb lesz, összesen 12 alkalommal. Ingyenesen látogatható? Teljesen ingyenesen, de előtte kérhetik regisztrálni azért, mert nem tudjuk pontosan kiszámolni, hogy a terem befogadó képessége és az egyszerre odaérkezők azok milyen viszonyban lesznek egymással. Lesz rögzítve az előadás? Lesz visszatekinthető? Tudtam, már lesz rögzítve, de ez nem lesz streamelve, tehát hogy egy egyszeri esemény lesz a performanszom, és hogy aztán mi lesz ennek a folytatása, azt én nem tudom. Jó, tehát akit érdekel, akkor az inkább személyesen próbálja jelen lenni, így semmit van. Abban reménykedni, esetleg majd a YouTube-on ezt bepótolhatja. Pontosan. Jó, tehát akkor az érdeklődők számára ajánljuk ezt az előadás sorozatot. Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és a rendelkezésünkre által ilyen hosszan a mai este folyamán. Kiugrás a történelemből, ez pedig a legújabb kötetének a címe. Már kapható a könyvesboltokban? Már november óta. November óta kapható a könyvesboltokban, hozzám csak most jutott el a híre, ez is az én tájékozatlanságomat jelzi, de éppen ezért majd akkor az előadás sorozatot én is majd közelebbről fogom követni, és akkor ezzel az esetleges hiányosság miatt pótolni. Krisztián, még egyszer köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, szép estét, minden jót az előadás sorozatodhoz. Köszönöm, hogy meghívtatok. Nektek pedig a figyelmeteket köszönöm még egyszer. Az előadás sorozatnak a leírását be fogjuk linkelni majd a leírásba, tehát fogjátok tudni ott is rögtön látni, és a regisztrációt is ott el tudjátok majd rögtön intézni.
Ha tetszett az adás, akkor mindenképpen nézzétek meg a legelejétől kezdve a beszélgetést, esetleg menet közben kapcsoltatok volna be, mert szerintem izgalmas volt a legelső percről kezdődően, érdemes egybe is megtekinteni. Ha pedig hallgatnátok inkább ezt az adást is, mint ahogy a többi adásunkat, arra szintén a lehetőségetek a podcast platformjainkon ezeket a beszélgetéseket hangzó formában korlátozás nélkül közzé tesszük. Fontos, hogy elindult a Partizán podcast platform is, tehát most már Partizán néven is van csatornánk, és Partizán podcast néven is van csatornánk. A Partizán podcastok között a kifejezetten podcastként készülő adásainkat lehet hallani, tehát amihez nincsen videó. Ami pedig videós formában látható a YouTube-on, azt a Partizán csatornánkon tudjátok követni. Érdemes mindkét platformot követni a nagyobb podcast szolgáltatók oldalán, Spotify, Google, Apple Podcast és így tovább. Az összes nagy podcast szolgáltatónak az oldalán megtalálható mindkét csatorna. Ha lehetőségetek van, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, hogy minél több ilyen beszélgetést tudjunk létrehozni, ehhez minden információt megtaláltok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, ciao.